Számos korcsoportban mintegy 500 fehérvári általános iskolás diák rajtolt a palotavárosi tavaknál kijelölt körpályán. Komoly szurkoló sereg sorakozott fel a pálya mellett, a gyönyörű napsütésben 800 métert kellett teljesíteniük az indulóknak. Ez a tavasz első versenye és a Székesfehérvári Diáksport Tanácsnak ez egy kiemelt jelentőségű eseménye. Évek óta 5-600 körül vannak az indulólétszámok, és aminek még köszönhető, hogy a jó időn kívül, meg a tavaszon kívül, hogy ez egy továbbjutásos verseny a jövő héten szerdán ugyanitt megrendezendő megyei diákolimpiára, amiről majd az országos diákolimpiára lehet menni. Egyéniben és csapatban is hirdettek győztest. A legjobbak jövő héten ugyanitt a diákolimpia megyei döntőiben is bizonyíthatnak.